Hetedik alkalommal került sor a város egyik jelentős helytörténeti eseményére, a Kisfaludi vacsorára. A résztvevők elsőként megtekinthették a szabja gyűjteményt, majd pedig megkoszorúzták Kisfaludi Móricz sümegi nemzetőr emléktábláját, ezt követően pedig a vacsora asztalnál előadást hallgathattak meg a sümegi 48-as vonatkozású témákról. Az erről készült összeállításunk következik most. A helytörténeti vacsora vendégei már jól megszokhatták, hogy ez az este nem csak a kulináris élvezetekről szól, bár minden alkalommal a különlegességek is hozzájárulnak a sikerhez. Ám a régmúlt ételei mellé speciális desszertként tálalják az értékes információkat, érdekességeket a város történelméről, híres személyiségeiről. Így történt ez a hetedik alkalmon is. A felhívásnak megfelelően korabeli ruhát öltöttek, akik tehették, így módon is emlékezve és tisztelegve a 48-as hősök emléke előtt. A huszár egyenruhát ma is büszkén viselik a hagyományőrző csoport tagjai. A Kisfaludi vacsora az mindig egy várva várt attrakciója a városnak, a társaságnak, és máma a téma Kisfaludi mór, és úgy gondoltam, és a Tamás bátyánk invitálására huszárruhába jöttünk, ennek megfelelően. Mire kötelez ma a huszár egyenruha? A huszár egyenruha, meg maga a hagyományőrzés, az egy igazából egy felkapott dolog lett a 90-es évek elején. Mi akkor kezdtük ezt a dolgot. Nagyon sok dolgot belemagyarázunk a huszár, illetve egyáltalán a hagyományőrzésbe. De én mindig azt mondtam, hogy mi igazából nem őrizni akarjuk a hagyományainkat, hanem élni akarjuk a hagyományainkat, és akként szeretnénk ruhába, huszárruhába, vagy huszárruha nélkül is akként szeretnénk élni, mint annak idején, tisztességgel, becsülettel, a haza érdekének megfelelően. Milyen érzés az, amikor a hétköznapi ruháját a huszár egyenruhára váltja? A kezdetek kezdetén ez mindig egy nagyon nagy izgalom volt, most már kicsit rutinná vált a dolog, de mindig készülünk azokra a rendezvényekre, ahol megjelenhetünk huszárruhába egy ünnepségen, egy koszorúzás alkalmával. Sajnos most már temetésen is volt, hogy huszárbajtársat kellett eltemetni, és a 80 huszár vagy 90 huszár volt ott, és maga az huszárruha viselése mindig egy felemelő érzés, meg kell mondanom. Kicsit meséljen az öltözékéről nekünk. Hát ez egy Radecki huszár egyenruha. Ugye a Radecki név, azt mondják, hogy a szabadságharcban nem hangzik olyan jól, de ez óriási tévedés, mert a Radecki huszár ezredet, bandériumot, ezt felállították Magyarországon is, és Mészáros Lázár volt az ezred tulajdonosa, de ugyanúgy volt fölöltözve, mint a Radecki bandériumok, akik ugyan Olaszországban harcoltak. És ugye a szabadságharc ellen harcoltak ott, és azt mondták, hogy ha a Radeckit Magyarországra vezényelték volna, akkor a magyar szabadságharc ellen is fellépett volna, de hát akkor mi nem lennénk Radecki huszárok. De így azok vagyunk, és ami rajtam van, ez most egy társasági viselet, zöld dolmány, fekete nadrággal, igazából ezt csak társaságban viseljük, a szabályos egyenruha, a huszár egyenruha, a piros nadrág, zöld dolmány, illetve egy zöld mente kerül erre, a zsinórzat a tiszteknél ezüst színű, a legénységnél sárga színű zsinórzat van, illetve a gombsor adja a rendfokozatnak megfelelő jelentést. A csákó piros és kakastollal van. A 48-as huszárok azonban nem csak a mentéikről és a ruháikról voltak híresek, hanem sokkal inkább harciasságukról és természetesen a harcászati fegyvereikről is. A Kocsi Múzeum emeleti termében nagyon sok 48-as fegyvert láthatunk. Mit kell tudnunk ezekről? Igen, itt az emeleten van egy közel 100 darabból álló nemzetközi szabja gyűjtemény, ami különböző történelmi korokból és különböző nemzetektől származik.
és a sorozatnak megfelelően, egy-egy témakörnek megfelelően különböző vitrinek beállítottuk ki ezeket. A történet úgy kezdődött, hogy én ugye így születtem a Sümegi vár tövében, és állandóan kardokat kerestünk, és különböző fegyvereket kerestünk, mint a filarosz gyerekek, és találtunk is mindenfélét, persze ilyen szépen kifényezett kardokat nem, de olyat találtunk, ami tiszta rozsda volt, és így kezdődött nálam a gyűjtő szenvedély. Aztán azóta, amikor csak tehettem már felnőtt korban, pláne azóta, hogy én a Sümegi várnak a gazdája vagyok, folyamatosan gyűjtöm a szabjákat. És ennek a lényege az, hogy az egész országban tudják egyrészt a gyűjtők, azok az emberek, akik ezzel foglalkoznak, hogy nekem van egy ilyen gyűjtő szenvedélyem, és időnként felkeresnek, és akkor bemutatnak nekem egy-egy műtárgyat, egy-egy olyan darabot, amitől nem szívesen vállalok meg, de hát tekintettel arra, hogy van nekünk egy ilyen szép gyűjteményünk, és akkor azt nekem vagy eladják, vagy odaajándékozzák, hogy ezzel is gazdagítsák ezt a gyűjteményt. Mennyire eredetiek ezek a fegyverek? Ezek a fegyverek, amik ki vannak állítva a vitrínbe, mind eredetiek, némelyik több száz éves, talán még a 1400-as, 1600-as évekből is származik egy-két darab, amit persze itt nem ismerek kiállítani, hanem az egy másik teremben van, a szállodánknak a éttermében, egy gyönyörű vitrínben van kiállítva, de egyébként minden eredeti, leszámítva két vitrint, ahol másolatok vannak, főleg puskákból, vadászpuskákból és különböző lőfegyverekből és egyéb szúrótámadó fegyverekből. Ez a terem pedig egy Batthyány gyűjteménnyel végződik. Ennek mi a története? Igen, a teremben, a terem végében helyezkedik el a Batthyány kiállítás, amit úgy hívunk, hogy Batthyány kiállítás, ami eredetileg a Hadtörténeti Múzeumban volt kiállítva, aztán mikor a Hadtörténeti Múzeumban azt a termet átalakították, és ott egy másik kiállítást helyeztek el, akkor ezt elkezdték utaztatni Európában, és a végén itt kötött ki, és most már hál' Istennek évek óta nálunk van, és remélem, hogy tovább már nem akarják utaztatni. Mennyire nyitott ez a múzeum? Annyira nyitott, hogy az elmúlt években próbáltunk azzal kísérletezni, hogy a gyermekeknek teljesen díjtalan volt a múzeumnak a látogatása. A felnőtteknek egy jelképes 500 forintos belépőjét képzeltünk, de aztán rájöttünk arra, hogy igazán a kiránduló turistákat olyan műsorok érdeklik, amik látványosak, amik akciódúsak, amiket ugye tévében is lehet látni különböző kosztümös történelmi filmekben, és bizony ide csak úgy tudjuk becsalogatni a vendégeket, hogyha teljesen díjtalan lesz ettől az évtől kezdve, nem csak a sümegieknek, hanem az ország összes lakosságának. Tehát azt gondoljuk, hogy ez a városnak az ajándéka a Sümegre érkező vendégek részére, tehát így szeretnénk ezt reklámozni közösen a TDM-mel, a város vezetésével. A várcsárda épületében, a korabeli pincében került sor a pohárköszöntőre. Azért terveztük azt, hogy itt ebben a pincében legyen a pohárköszöntő, mert gyakorlatilag ez az épület, ahol most állunk, illetve ahol ez a fogadás van, gyakorlatilag ez volt a régi Sümegi családnak a pincéje. Tehát ebben volt Kisfori Zsornak, Kisfori Sándornak is gyakorlatilag, a Sümegi Kisfori családnak a pincéje. Na most pár mondattal mondjuk, hogy Kisfordi Mór, ugye Kisfordi Sándornak az unokaöccse volt. Gyakorlatilag, amikor Kisfordi meghal 1844-ben, ő még császári katona, gyakorlatilag leszerelt, és lényeg az, hogy mint örökös, a birtokot ő kapja. Az 360 volt föld volt, a hegyek voltak Baracsonyban, Somlón, Sümegen, még a majorok többek között ez a majorság mit volt. Kötetett a szabadságharc, lényegéből részt vett a szabadságharcba, szabadságharc végével ott van Aradon, halálra ítélik, 16 év várfegyházat kap, és akkor közben szabaduló levelet kap egy bizonyos törvény, meg a Sümeg, az alai barátait, meg a ismerősök, illetve hozzá értő vagy kapcsolatban levő személyek révén, és lényegében szabadul. A szabaduló levele ott van az egyik ablakban, figyelmetekbe ajánlom, nem is akármilyen jellegű dolog, számomra úgy is érdemes, hogy ott van közöttük Kisfaludinak kollégájaként, akivel egy hatásban harcolt, a kisgörbői Bezerédi Lajos is. Szóval nem is egyszerű dolog, hogy itt egy pár kilométerre, ezek egy hatásban tartoztak és barátok voltak. Na most lényegében utána, amikor megjönünk, vége van a háborúnak, megkapja az örökösödés vagyont, Kisfaludinak a vagyonát,
ami az a birtoktesten sajnos még fekjére hatalmas hitelállomány van, 72 ezer pengő, és gyakorlatilag ennek a tára az, amit ő viszi, őt kíséri. És gyakorlatilag így eladják a kúriát, és ő ide jön lakni ebbe a házba, ami egy majori épület volt. És ebben a majori épületben él a család, és ez lesz a családnak az ingósága. A többi vagyon része 1860-ban árverésre kerül a bank árviszi, és gyakorlatilag nagyon-nagyon szegény körülmények között, abból a minimális nyugdíjból tengeti életét, és gyakorlatilag éli, itt az él, éli a maga sümegi életét, meg az alai életét. A korabeli hangulatot Lázár István, Arany Páva díjas citerás művészeti oktató hangszerkészítő idézte meg verbunkos dalokkal. Ezek 48-as katonadalok, 1848-as származnak. Huszárdalok, huszárnóták. Hogy maradtak fenn? Hogy jutott az ön birtokába? Én már régóta foglalkozom ezzel a fajta muzsikával, és hát a könyvekben, meg külön felvételekről, ezt, amit utoljára énekeltem, ezt Tótiba piacon tanultam egy asszonykától. Mi a véleménye ezzel a hagyományőrzéssel kapcsolatban, hogy ilyen kisfaludi vacsorás alkalmakon elevenítik fel a nagysümegi elődöknek a múltját? Hát az az igazság, hogy én ezen a rendezvényen most vagyok itt először, most kaptam meghívást. Én nagyon örülök neki, hogy ilyen rendezvényeket csinálnak, és nagyon sokfelé, sok faluba jártam már, és nagyon sok helyen foglalkoznak ezzel a fajta rendezvényekkel. Tehát megemlítik, meg fölhozzák a régi hagyományt, a régi dolgokat előhozzák, hogy hogy is volt, hogy is éltek akkor az emberek, vagy hogyan viselkedtek, mit csináltak, merre, hogy a huszárok szépen fel vannak öltözve, nagyon kedves társaságban körülöttünk. Ez az igazság. A köszöntő után a helytörténet iránt érdeklődő és a hősök emléke előtt tisztelgő közösség megkoszorúzta Kisfaludi Mór emléktábláját a várcsárda épületének falán. A vacsora asztalnál pedig a hagyományoknak megfelelően elsőként szellemi táplálékként előadást hallgathattak meg a résztvevők. Kisfaludi Mór, a sümegi nemzetőrség, ezen belül is a zalai 56-os zászlóalj története került a középpontba. Sümegnek e tekintetben nincs mit szégyelnie, hiszen 258 nemzetőre, vagy körülbelül 100 honvéde ott küzdött ebben a heroikus nemzeti küzdelemben, és ennek egyik kiemelkedő alakja volt Kisfaludi Mór, aki alezredesként előbb egy zászlóaljat, az 56. zalamegyei honvéd zászlóaljat vezette, majd pedig dandárparancsnokként végezte be a szabadságharcot. Mi a véleménye ezzel kapcsolatban, hogy így őrzik Sümegen Kisfaludi emlékét? Én azt hiszem, hogy a múltunkra visszatekinteni mindig valamiféle merítési lehetőséget jelent a jövőre vonatkozóan, hiszen őseink megvédték ezt az ezer éves magyar földet, és azt hiszem, hogy ha ma más gondok is, más feladatok is vannak, ez a példa, ez az előzmény mindenképpen bátorítólag és felemelőleg hathat mindenkire. Mit jelent önnek a katonaság, a honvédség? Én gyerekkoromtól kezdve katona szerettem volna lenni, hiszen olyan könyveken, olyan irodalmon nevelkedtem, amely a magyar haza védelmét jelentette, és ez iránt köteleztem el magam, nem utolsó sorban 1848-49-es szabadságharc példáján.
A magyar nemzet forradalmára és szabadságharcára történő méltó megemlékezést követően a kort idéző fogásokat Hunyadi Szabolcs állította össze Cifrai István 1840-ben megjelent szakácskönyve alapján. Íme a bőséges kínálat. A mai vacsoránál ismét kitettek munkére a szakácsok, ugye Hunyadi Szabolcs bácsi segítségével, így mint volt a római kor ételeknél, egy hasonló ízvilág lesz. Az előétel az egy szardellás, fűszervajas pasztaszerűség, amit pirítóssal fogunk felszolgálni. Ezt követően egy marha rostélyos lesz vajas burgonyával, és végezetül pedig aszalszilvás, aszalszilva, aszalt, barack, mazsolás, kukoricás lepény lesz a desszert. Mit gondol, van-e annak esélye, hogy felvegyék ezeket az ételeket az étlapra, és a hétköznapi betérőket is ilyenekkel kínálják? Igen, a szakácsaink folyamatosan próbálkoznak ezzel a dologgal, tehát ezekből az estékből, amilyen ételeket találnak, és úgy gondolják, hogy eléggé jó ahhoz, és gyorsan is lehet tálalni természetesen, mivel ugye éttermünk arról híres, hogy elég gyorsan kitáláljuk az ételeket. Tehát mindig összegzik az egyes ilyen estéknek a végeredményét, és akkor utána pedig azt szerint, hogyha olyanok találják az ételt, akkor igen, étlapra is, hogyha nem teljesen ilyen formában, de kicsi más formában, hát a tálalhatóság érdekét figyelembe véve, akkor étlapra is rakjuk, így van. És mivel a sümegi helytörténetnek még vannak olyan részletei, melyek további feltérképezésre és közkincsétételre várnak, jó hangulatú kezdeményezés és sorozat folytatódik, immáron majd a 8. alkalommal.